Ferenc néphátra. Ő engedi elé! Vége a találkozónak! Bajnok a törment, kedves nézőink! Ezek után, hogy 9-1 a playoffban, azt hiszem, nincs miről beszélni. Szervusztok, szervusztok, ez itt a Rábaszket Podcast 19. adása. Itt vagyunk újra megbeszélni valókat, és hát itt van ugye Tomi is. Hello, szia, hello. Tudi, sziasztok. Hello, hello. Nem is, hanem nyilván, mint main man, csak ilyen hülyén tudtam fogalmazni. Szóval itt vagyunk újra a Zalaegerszeg mérkőzés előtt. Járt le az előző részünk szavatossága, tehát azt akkor vettük föl. Eléggé szomorú időszak után, ugye? És most innen folytatjuk a dolgaink és az MTE dolgainak a megbeszélését. Két fontos dolgot azért el szeretnék mondani. Egyrészt keressétek a Facebook és immáron az új a Facebook oldalunkat és immáron az új YouTube csatornánkat, ahol egyrészt írásokat, másrészt pedig a YouTube-on ott találjátok meg az aktuális részeket, illetve a részek tovább is felkerülnek a legnagyobb podcast felületekre, és ott is keressetek ránk, kövessetek be bennünket. A másik dolog pedig egy kicsi off-topic, mert én tényleg azt hittem, hogy látni fogok egy magyar kosárlabda csapatot az olimpián. Én tényleg azt hittem, és tényleg nagyon reménykedtem ebben a dologban, és nagyon-nagyon szomorú vagyok, hogy nem így történt. Egy kicsit nagyon régen voltam már, nem körmend meccs után ennyire ideges, mint vasárnap este. Mit gondolsz erről, Tomi? Hát női kosárlabdát az biztos, hogy ritkán nézem, de az EB-n követtem a válogatottat tavaly, és ezeket a meccseket is most néztem élőben. Hát én is sajnálom, hogy nem sikerült. Rendkívül bosszantó is egyben, hogy nem sikerült. Viszont valahogy én még mindig nem tudom az agyamat kérdőképpen áthangolni a női kosárlabdára, és az az egy dolog, a vigasztanom magam, ami persze egyébként tudom jó, hogy önbecsapás, hogy nekem arra a feszültségbe, ami nekem az olimpia 16 napja amúgy is bennem van, onnan nekem nem fog hiányozni annyira még három, még magyar női kosárlabda meccs, mert hogy tehát ott az, ugye az első héten ugye a csoportmeccsek, akkor van a vívás, akkor van az úszás, nem tudom én micsoda, és akkor meg hát ugye a többi csapat sportág, és ott amúgy is ugye Mónika ideg állapotban vagyok, tehát hogy oda még akkor berakni ilyen meccseket, ahol a világ legjobbjai a festékben egyedül állnak és átdobják a gyűrűt, mint a spanyol itt az utolsó meccs második percében. Tehát az ilyen fajta hajtépés annyira nem hiányzik, de a másik oldalról meg, de természetesen sajnálom, hogy nem jutottak ki a lányok. Azt is, hogy így nem jutottak ki, mert igazából pont az történt, hogy az ember ilyenkor mit várna, hogy megvan a rendezési jog, és akkor itt van hazai pályán, hogy akkor mi a kis csapat nekiugrunk valahogyan, ahogy tudunk a nagyoknak, és próbálunk úgy játszani, hogy hát nem is az, hogy teher nélkül, de hogy megmutassuk azt, hogy mit tudunk, és aztán majd kiderül, hogy ez mire lesz elég. Ehhez képest mi történt? Pont, hogy a mentális blokkok. Igen.
miatt nincs kint a csapat az olimpián, mert a torna első negyedét és a torna utolsó negyedét rontották el a leginkább, a közte lévő 10 negyedben pedig semmivel, tehát így is mond, semmivel nem voltak rosszabbak, de mint nem, az olimpiai ezüstérmes Japán. A spanyolok, akik ugye az EB-döntőben voltak, illetve Kanada a maguk sztárjaival semmivel nem volt jobb akkor, amikor igazán játék volt, de úgy tűnik, hogy hát azért még, hát egyrészt amellett, hogy lehet mondani, hogy mennyire kellett volna, meg mikor az edzőnek bele nyúlni, meg hogy egy-két játékos miért ezt csinálta akkor, amikor, de egyértelmű, hogy ez a két negyednek a mínusz nem tudom hány pontja az valamilyen fajta mentális blokkra utal, és hát így lemaradni meg pláne különben, hogy előre örültünk az utolsó fordulóban, hogy milyen jó, hogy mi játszuk az utolsó meccset, mert akkor már tudjuk a másiknak az eredményét, na most utólag ez nem lett volna. Nem ez biztos, a, hogy jó volt, igen. Igen, ez a fajta a teher, vagy nem is tudom, hogy mondjam a lányokon, hogyha akkor az utolsó napon mi játszunk az első meccset. De hát ez van. Kíváncsi vagyok egyébként a későbbiekre, mert ugye lesz-e ez a csapat világbajnokságon például, és hogyha igen, ott hogyan szerepel, mert persze olimpia az csak 4 évente igen, van, de addig lesz VB is, igen. Meg lesz újabb EB is természetesen, hogy itt látjuk-e azt, hogy itt lesz egy tartós fejlődés. Lesz egy jó generáció. Igen. Hát reméljük, igen. Igen, elnézést a kis kitérőért, de ez nagyon bennem van azóta is, hogy hát ez nagyon sajnáltam, hogy nem sikerült, de örömmel mondhatom, hogy ugye most boldogabb vizekre elveszhetünk, amikor a saját csapatunkról van szó, erre nem hiszem, hogy az utolsó rész végén gondoltunk volna. Ebben az epizódban a ZTM meg a Fehérvár elleni meccseket fogok megbeszélni, de még mielőtt az ZTM meccsre rátérnénk, hallgassatok egy rövid beszélgetést a Gyűrűk Urai című könyv társszerzőjével, Németh Zsolttal. Ugye tavaly jelent meg egy könyv magának ennek az egész párharcnak az apropóján, és ennek egyik szerzője, ugye Németh Zsolt Johnny barátunk, és úgy gondoltuk, hogy meghívjuk ide egy podcastbe, beszélni egy kicsit erről a könyvről, és nagy örömünkre elfogadta a meghívásunkat, úgyhogy üdvözlünk itt körünkben. Hello. Sziasztok, én köszönöm szépen a meghívást. Podcastben még soha nem szerepeltem, úgyhogy most ilyen első bálozó vagyok. De. És először is azt szeretném mondani a köszönet mellett, hogy nagyon örülök, hogy ti ezt fölvállaljátok és csináljátok, mert ez szerintem hiánypótló dolog, hogy a körmendi kosárlabdával foglalkozik egy podcast, úgyhogy én ennek csak nagyon-nagyon örülni tudok és szurkolni nektek, hogy folytassátok. Nagyon szépen. Nagyon-nagyon köszönjük, ez hidd el, rendkívül sokat jelent. Kezdjük azzal, hogy csöppentél bele ebbe az egészbe, ebbe a több szerzős, szerkesztős kiadványnak a megalkotásába. Honnan indult ez? Isten, igazából ugye Zalaegerszegről jött a kezdeményezés, nem tudom mennyire menjünk bele a részletekbe, de ugye ennek a könyvnek volt egy focis előzménye, amit Bóbics Laci bácsi irányításával egy csapat összerakott, ugye a haladás és az ETE legendás nagy párharca fociban az 100 éves volt, és annak az évfordulójára készült egy hasonló könyv, ami feldolgozta azt az évszázadot régi történetekkel és ugyanúgy adatokkal, eseményekkel, és nem teljesen, de hasonló volt a csapat. Bóbics Laci bácsi és Unger Ricsi ebben benne volt, és onnan jött az ötlet, ez a könyv adta az ötletet, Jónap Isti Pitty, aki ugye Körmenden született, Körmendről ment Zalaegerszegre, és most már ott dolgozik a csapat mellett, vagy dolgozott, pontosan most nem tudom mi a jogállásra, de ő volt az, aki földobta Bóbics Laci bácsinak, hogy szép ez a focis könyv, meg nagyon értékes, meg nagyon tartalmas, de van itt egy nagy párharc kosárlabdában is a Nyugat-Dunántúlon, és az is megérne ennyit.
és akkor Bóbics Laci bácsinak ez betette a bogarat a fülébe. Ráadásul ugye most volt évfordulója az Zalaegerszeg első bajnoki győzelmének, ugye utánunk egy évvel nyerték meg az első bajnoki címüket, és azt tűzték ki akkor célként, hogy csinálnak egy könyvet erről a párharcról, erre az évfordulóra időzítve elsősorban, de Laci bácsi mindenképpen szerette volna, hogy ha a két klub, illetve a két klubnál történtek azonos súllyal, azonos terjedelemmel jelennek meg ebben a könyvben, és akkor Körmendi részről rám gondoltak, talán ők is tudták, hogy született ugye az 50 éves évfordulóra egy könyv itt Körmenden, és rám gondoltak, hogy Körmendi részről segítsek be nekik, a kapcsolatrendszer miatt is, az ismeretek miatt, és hát én örömmel vállaltam, annyi volt a problémám, hogy az új munkahelyemen éppen ebben a múlt évben volt másik két könyv is, amin dolgozni kellett, de belevágtam, és azt mondtam, hogy természetesen amennyit tudok, segítek. Én nem dolgoztam talán annyit ebben a könyvben, mint a többiek. Egy 6-8 interjút majd összeszedem talán pontosan, hogy kikkel ültem le én beszélgetni Körmendi részről. Gyorsan el is mondom, ha nem gond, dr. Kristóf László, Patona Imre, Ferenc Csaba, Zsebe Ferenc, Fodor Sándor, ifjabb Németh István, Györkös Imre, ha jól tudom, akikkel én készítettem interjút. A többit azt adják, tehát Bóbics László, Jónap Pisti és Unger Richard készítették a könyvnek a többi részét, meg rengeteg képpel próbáltam segíteni, amúgy nekem összegyűlt jó 10 évvel, most már bőven több mint 10 évvel ezelőtt az előző könyvhöz, azokból a fotókból is sok bekerült. Így csöppentem én igazából bele. És a könyv szerkezetébe így akkor az a alapján, amit te elmondtál, akkor azt is inkább Bóbics Lászlóék állíthatták így össze. Tehát, hogy mi azt szerettem volna kérdezni, hogy itt a résztvevők visszaemlékezéseiben, meg aztán a mérkőzések jegyzőkönyveiben is kitér a könyv az egymás elleni rivalizáson kívül a fontos eseményekre, nagy győzelmekre, tehát, hogy bajnoki döntők, mármint nyertes bajnoki döntők, kupadöntők, hogy nem tudom, már volt-e szó, hogy ezt miért éreztétek fontosnak, hogy itt azon kívül, hogy az egymás elleni meccsek meg hát kaptak hát nagy hangsúlyt, azért mégis ez erre is kitér a könyv. Hát igen, ugye kettős volt a cél, vagy hát hogyha a fotókat vesszük, akkor inkább hármas. Tehát egyrészt ugye szerették volna a hűen az adatokat mindenképpen feldolgozni, ami a Ricsi óriási munkája volt az előző könyvben is, meg itt is. Tehát ezt a részt egy az egyben ő vállalta föl. Tehát, hogy meglegyen minél több adat erről a párharcról, hogy később is visszakereshető legyen. Illetve hát az érzelmi része minden szereplő oldaláról, hogy ki hogyan élte meg. Azért, hogyha az ember elolvassa, akkor én is a beszélgetések folyamán már éreztem azt, hogy azért elteltek itt évek, évtizedek, nem mindenki pontosan ugyanúgy emlékezett bizonyos történésekre, eseményekre, sőt, még ugye dátumokban is voltak különbségek. Tehát érdekes, hogy ki hogy mondja el ugyanazt a történetet. Az egyik, ugye, az egyik ilyen kiemelkedő dolog, amikor Fücs Józsi ugye Zalaegerszegre igazolt, ezt nagyon sokan elmesélik a könyvben a saját nézőpontjukból, és azért itt is látszik, hogy ki honnan nézte, mit gondolt fontosabbnak ebből, mit jegyzett meg, vagy mire emlékezett vissza jobban ezekből a történésekből. Nyilván az idő az egy kicsit átírja az emlékeket is, de mindenképpen azt szerették volna, hogy a úgymond száraz tények az adatok mellett legyenek ott a személyesen megélt emlékek is. Igen, csak ezekkel a plusz meccsekkel azt is lehet mondani, hogy szinte megállja önállóan is Körmendi, illetve Zekte könyvnek magát. Igen. Az amúgy is egyébként, megmondom őszintén, számomra, amikor először a kezembe akadt, meglepően vastag és egész jó súlyú könyv. Tehát, hogyha valaki azt gondolná, hogy itt valami, nem tudom, milyen reklám kiadványról van szó, és még nem vette meg, akkor ennél nagyobbat nem is tévedhetne. Ez egy nagyon szó szerint fajsúlyos könyv, úgyhogy ezért is ajánlom, hogy elég komoly hozzáadott értékkel bír, azt kell, hogy mondjam. Úgyhogy emiatt gratulálok is egyben. A következő kérdésem az, hogy visszatérő elem benne, hogy a szurkolók erőteljes rivalizása mellett a játékosok között azért hasonló mértékű feszültség nem mindig volt érezhető. A Zsebe-Bodrogi barátságot mások is kiemelik. És hogy mit gondolsz, hogy ehhez mennyire járult hozzá a főváros vidék ellentét, tehát, hogy itt két vidéki fellegráról volt szó, és hogy ez mennyire volt
összekötő elem a földrajzi közelség abban, hogy ezek a barátságok kialakulhattak és fennmaradhattak éveken, vagy akár évtizedeken át. Szerintem benne volt nagyon az, hogy nagyon itt vagyunk egymás közelében, és azért Szücsózit emlegetjük, de hát ugye Kristóf Laci bácsi is mind a két klubnál szerepet vállalt, később ugye Patona Imrének voltak ott is elévülhetetlen érdemei. Arról kevesebbet beszélünk, hogy idősebb Németh István, ugye Isti apukája, Csicsa is játszott Zalaegerszegen, amikor az Ete föl került az élvonalba. Tehát voltak itt olyan személyek, akik eleve összekötő kapucsként szerepeltek, és azért én is emlékszem arra, hogy a klubok munkatársai, a csapatok mellett dolgozók között sem volt igazából meg ez a feszültség, tehát sokkal inkább volt érezhető ez a szurkolók körében, mint a csapatoknál, a játékosok között, vagy a klub munkatársai között. Nyilván nem azt jelentette, hogy mindig mindenki lapogatta a másiknak a vállát, de tényleg olyan szinten nem volt érezhető a csapatok meg a munkatársak között, mint ahogy néha tényleg nagyon-nagyon fellángolt a szurkolói oldalon ez az ellentét. Azért az furcsa lett volna a technikai dolgok intézése közben is, azért ilyen nagy ellentét lett volna, mert hát mégiscsak azért ugye a mérkőzéseket is csak össze kellett hozni, vagy hogy mondjam, tehát azért igen. Hát meg ugye azért felkészülési meccs is, ugye bizony. Bocsánat, meg a Göcse kupák, még ugye akkor már találkoztak a csapatok, mielőtt még élvonalba kerültek volna, ez is olvasható a könyvben, hogy fél évszázadra nyúlik vissza ennek a párharcnak a története, szóval tényleg nagyon-nagyon szorosan együtt emelkedett föl ez a két klub, és elég párhuzamos a két klubnak a pályája. Mindkét klubban benne volt azért, itt az interjúból is kijön az, hogy itt a rendszerváltás környéken előtte pár évvel, utána pár évvel, hogy azért, hogy itt vidékről nagyot alkotni, igen. És a Honvéddal szemben mondjuk megnyerni akár bajnoki döntőt, vagy fontos meccseket, hogy azért az a helyi identitást azt gondolom, hogy mind Körmenden, mind Egerszegen, meg azért eléggé építette ez. Jó, hogy mondtad, hogy akik Körmendről mentek Egerszegre, mert megmondom őszintén, én eddig a könyv olvasásaigében bele se gondoltam, hogy a mindkét csapat megjárt játékosok, edzők, hát idővonalán úgymond, ahol, mint hogyha feltűnően többször lenne az, hogy előbb Körmend, és utána Zete, mint fordítva. Tehát akiket te is most elmondtál, ők voltak Körmenden játékosok, esetleg itt is nőttek fel, vagy edzők, és utána mentek el Egerszegre. Ezt nem tudom, hogy itt a szerzőtársakkal, vagy bármely interjú alanyjal ez így felmerült, ez kicsit, nem tudom, ez a kis furcsaság így a két csapat közös történelméből. Felmerült, igen, a Ricsi szokta ezzel a Laci bácsit oltogatni, hogy Zete mindig jött a Vasiak után. Ugye egyrészt a feljutásban, aztán az első bajnoki címben, aztán játékosok, szakemberek, egyebek. Nyilván ilyen Zrika szintjén természetesen ment, persze. Hát így alakult, igen. Hát nyilván a Körmend azért, remélem, hogy nem bántok meg senkit Egerszegen, de többször példát és utat mutatott, és nyilván az egerszegiek is ráléptek erre az útra, és nagyon szép sikereket értek el, ezt meg nem lehet, és nem is szabad elvitatni tőlük. Tehát valahol párhuzamos volt a történet, amiben sokáig a Körmend járt elől, aztán ugye volt, amikor az Etta volt eredményesebb. Igen. Amit a tradíció Kuról, illetve annak eltűnéséről azért, hát nem eltűnéséről, de elhalványulásáról azért többen beszélnek, hogy de hát az élet más területén is azért gyakran ezek háttérbe tudnak szorulni. Hogy látod, hogy a mai hát fiatalabb generációk, szurkolók, de akár a játékosok számára mennyire van még kiemelt szerepe ennek a párharcnak, amikor nem egy rájátszásról van szó, vagy egy bajnoki döntőről, hanem egy olyanról, mint most januárban is egy alapszakasz meccsről, azért megvan-e még a kitüntetett figyelem szerinted a fiatalabbaknál is? Én azt gondolom, hogy egyrészt megvan,
főleg a szurkolótábornak a, úgymond a kemény magban, mert azért én hallottam olyan véleményeket, hogy nekünk ez a meccs a szezonban, amikor jön az Ete, tehát hogy nagyon sokan ezt még mai napig kiemeltként kezelik. Nyilván valamilyen szinten a másik szurkolótáborral vagy táborokkal, ideértve a soproniakat is, akik sokszor betársulnak az egerszegiekhez, a velük való nem túl jó viszony miatt is van ez, gondolom, hogy kiemelt a szurkolók számára, de aztán nyilván az évtizedek során azért jöttek más riválisok, voltak itt nagyon pénzes csapatok, akiket lehetett nem szeretni, felemelkedett ugye Szombathelyen a Falkó, és azért jöttek új riválisok, tehát nem maradt ez az egyetlen igazi nagy párharcnak, de én azt gondolom, hogy ennek még mindig megvan a varázsa, és amit én Unásig mindig el szoktam mondani, hogy azért mégiscsak ez az a párharc, ami a legnagyobb múlt a magyar bajnokságban. Nincs két csapat, amelyik ennyit játszott egymás ellen, akár hivatalosan, akár nem hivatalosan bajnoki meccs. Tehát azért ez mégiscsak egy tényleg egy kiemelkedő párharc mai napig. Igen, és egyébként én pont abba gondoltam bele, hogy nem tudom, hogy a fiatalok hogy vannak ezzel, de hogy mondjam, ez a fajta Zala megye, Vas megye ellentét, aki akkor volt fiatal, mint én, tehát ez hogy mondjam, a zsigereimbe épült be a felnőtt életemben is. Sokszor zrikálok másokat, vagy ők visszazrikálnak engem, mert Vas, mert Zala. Tehát, hogy ez valahogy ez elég komolyan a részünké vált, még annak is, aki, hogy mondjam, aki mondjuk ezt kicsit talán távolabbról figyelte. Ez egészen elképesztő, hogy utólag visszagondolva, hogy ez be tud épülni egy picit a személyiségbe is. Egy ilyen dolog. Biztosan, igen. Igen, mondjuk egy érdekes dolog, ezt még nyilvánosan soha sehol nem mondtam el, úgyhogy ezt most nálatok mondom el, bár itt a könyv kapcsán már elhangzott, hogy én világéletemben mindig is körmendi voltam, és annak is vallom magam, amíg élek, de azért az tény, hogy az én édesanyám Zala megyében született. Tehát ha úgy veszünk, akkor félig zalai vagyok, hogy szerint nyilván mondom, az én identitásom az körmenthez kötődik 100%-kal, de van egy ilyen vonal is a dologban, ami egy kicsit érdekessé teszi. A könyvre még, hogy kapható-e még, mert az, aki lemaradt, az szerintem komoly, nem is tudom, hiányossága, ott szenved, vagy nem tudom, hogy mondjam, hogy hozzá lehet-e még férni azokon a helyeken, amiket annó a sajtótájékoztatón elmondtatok, hogy hol lehet megvásárolni. Én úgy tudom, hogy igen. Én néhány darabot most még a múlt héten kaptam, a Jóna Pisti, a Pitty hozott nekem még néhány darabot. Én úgy tudom, hogy van még belőle, úgyhogy aki szeretne hozzájutni, szerintem még tud. Most pontosan darabszámot nem tudok mondani, de én úgy tudom, hogy nem fogyott még el teljesen. Jó. Amit még szerettem mondani, ami könyvtől kívül, de ha már itt vagy, és elfogadtad a meghívásunkat, akkor ki nem kihasználnám az alkalmat, nem akarom kihagyni, hogy nem tudom, hogy tudod-e, hogy a körment szurkolók egy jelentős része miattad utálja még jobban a Mindigót. De hát, tudod, mire gondolok? Sejtem, igen, tehát, hogy ugye nálunk voltak közvetítések hát, már korábban. Pontosan, tehát mi el voltunk kényeztetve, tehát amíg egy átlagos, nem tudom, mit mondjak, hogy Paks szurkoló, az úgy hálhat hozzá a Mindigóhoz, hogy legalább van valami, ha éppen van, és nem fagy le, és jön a jel, vagy mi szokott kiírva. Igen. Addig mi körment szurkolók, ugye nem csak, hogy a szinte minden hazai meccsről, hanem többször ugye idegenből is megkaptuk nem csak a képet, hanem a hangot is, tehát egy gyakorlatilag teljes értékű közvetítést kaptunk, hát nem is tudom hány éven át. Az hogyan működött egyébként? Arról egy pár mondatot még, hogyha hadd tartsunk fel, hogyha elmondaná, hogy azért annak is azért volt azért feltételezem valamennyi költsége, illetve hát a másik dolog meg, hogy egy jobb minőségű dolgot kaptunk akkor, mint mostanában, hogy ennek mi lehet az oka? Hát igazából ez egy nagyon-nagyon hosszú történet, meg nagyon sok mindent lehetne mondani erről. A legfontosabbnak én azt tartom, hogy rengeteg segítséget kaptunk, próbáltuk megjeleníteni mindig a közvetítésekben, hogy kik voltak azok, vagy melyek voltak azok a vállalkozások, akik egyáltalán ezt lehetővé tették, hogy mi elinduljunk, elmenjünk, stábot vigyünk, munkatársakat fizessünk.
hogy összehozzuk ezeket a dolgokat. Itt a Városi Televíziónak a technikájáról volt szó, amit annak idején úgy próbáltunk fejleszteni, pedig hát nem duskáltunk akkor sem a javakban, meg most sem, de úgy próbáltuk valahogy a technikát összerakni, hogy lehessen közvetíteni, legyen digitális jelforrás, legyen digitális jelelosztó, legyen olyan, amivel online meg tudunk jelenni, pedig hát ennek a ehhez a tévének sok érdeke nem fűződött, de én ezt próbáltam, és Drösszle Ferenc ügyvezető kollégám meg partner volt ebben, hogy olyan feladatot is fölvállaljon a tévé, ami nem lenne tulajdonképpen a feladata, de szerettük volna, hogyha közvetítéseket minél többen látják. Szóval nagyon-nagyon sok segítséget kaptunk, amire a mai napig hálás vagyok. Rengeteg munka volt ebben, meg nagyon sok körömrágás, hogy lesz internet, nem lesz internet, milyen internettel megyünk. Kaptunk mobilsztiket, amikor már ez kezdett bejönni, hogy lehetett ilyen internethez is jutni, ezért is nagyon-nagyon hálás vagyok. Szóval rengeteg munka és rengeteg gond volt benne. Volt olyan, hogy kaptunk ígéretet közvetítésre, aztán elmentünk a MAFC-hoz, megcsináltuk, egy fillért nem kaptunk, az zsebből ment ki a teljes közvetítés, a teljes úti költség, minden, de ez minden számít, megcsináltuk, szerettük volna, hogyha minél többen látják a meccseinket. A Mindigo, amikor indult, minket megkerestek, mivel ugye mi ezt már évek óta csináltuk, Zalaegerszegen jól működött az Alasport közvetítése, tehát ők is tudtak ebben dolgokban segíteni, és mi nagyon segítőkészen álltunk a Mindigóhoz, és nagyon-nagyon korrektnek tűnt a csapat. Többször eljöttek személyesen, beszélgettünk, hogy mit kellene, hogy kellene, mit lehetne csinálni. Az elején még úgy is tűnt, hogy együtt is tudunk dolgozni, össze is tudunk dolgozni. Aztán később ez a dolog szigorodott, ugye már nem lehetett közvetíteni, fizetős lett, nem is csatlakoztathattuk mi a dolgainkat, nem közvetíthettünk. És hát most ott tartunk, hogy van egy szolgáltatás évek óta, ami én kimerem mondani, mert múltkor egy fórumban is leírtam a véleményemet erről, hogy ez nem méltó a magyar kosárlabdához, ahogy ez működik, az ötlet jó, vannak erre nyugaton jól működő példák, de ez nem olyan. Tehát a Trabant is autó, meg a Mercedes is autó, mondhatjuk a Trabantra is, hogy elvisz minket valahova, erre is mondhatjuk, hogy lehet meccset nézni, igen, csak sok mindenről lemaradunk, akadozik, tehát nem jól működik, nem tölti be a szerepét úgy, ahogy annak kéne. Én nekem ez a véleményem. Na most vannak olyan dolgok, ugye, hogy van, ahonnan van közvetítés, van, ahonnan nincs, mármint, hogy a helyi tévé közvetítése megy a Mindigon keresztül, egyébként erre lenne lehetőség Körmendről is, csak a mi televíziónkat partnerként kellene ebben kezelni. Így van, egyszer majd eljutunk oda, hogy megtanulják az emberek, hogy igazából semmi nincs ingyen, úgyhogy én teljesen egyetértek az álláspontoddal. Főleg azért furcsa ez nekem, és még egy picit erről, hogy remélem, hogy ebben azért lehet majd változás, hogyha a nagy szövetségi célok, ugye a kosárlabda népszerűsítéséről, amit már sokszor hallottunk, egyszer majd megvalósulnak, akkor ezt például egy ilyen szolgáltatással szerintem biztos, hogy nem lehet csinálni. Úgyhogy majd meglátjuk, hogy lesz az a jövőben. Még egy utolsó kérdést, ha fölteltünk. Beszéltünk itt a könyvről, beszéltünk itt a média munkáról, de magáról a csapatról. Hogy látod az idei csapatot, főleg hogy mondjam, most jelen helyzetben, jelen állapotban, ebben az időpontban? Mit gondolsz, meddig juthatunk el, mit jósolsz a szezon hátra lévő részére? Hát jósolni nem jósolnék semmit, hogy az előző két szezon is azt mutatta, hogy soha nem tudhatjuk, hogy mit hoz a vége. Ugye két szezonnal ezelőtt elmentünk a döntőig, aztán az előző szezonban elég szelektív az emlékezet, mert sokan nem szívesen emlékeznek rá, de én emlékszem, hogy az előző alapszakaszban azt mondtuk, hogy fú, hát ennyire nem jó csapatunk már régen volt, aztán mi lett a vége? Elmentünk egy bronzéremig, és nagyon szép győzelmeket arattunk a végén. Ez a szezon meg úgy kezdődött, hogy sokkal jobb csapatunk lesz, mint amilyen sokáig volt az előző alapszakaszban összerakott csapat, és akkor utána megjött ugye ez a viszonylag mély gödör,
nyilván irányító nélkül, meg center nélkül, látta mindenki, hogy mi történt a csapattal, tehát óriási hullámzások voltak, és elég nehéznek tűnt a helyzet, amiből nem gondoltuk, hogy ilyen gyorsan és fölfele fogunk jönni, és ugye jött egy irányító, aki meg annyira beleilleszkedik ebbe a csapatba, és néhány játékosnal annyira gyorsan együtt tudott működni, hogy egy ilyen látványos javulás és ilyen bravúr győzelmek jelentették ennek az eredményét. Én ezt is leírtam az egyik fórumon, hogy én a német isti hazatérésére emlékszem utoljára, akkor volt ilyen látványos hatásra egy játékosnak a csapat életére, hogy bukdácsoltunk, nem voltak rossz játékosaink, de nem állt össze a csapat abban a szezonban, Isti hazatért, ott voltunk a rájátszásban, 6. helyről aztán indult a Dara, és egy olyan rájátszást produkált a csapat, ami hát felejthetetlen, és ugye meghozta a bajnoki címet. És leírtam ezt is, hogy ez nem azt jelenti, hogy most ez a csapat maskírozni fog a bajnoki címig, de Lovre Basic érkezése és az ő hatása a csapatra bennem ezt az érzést hozta elő, hogy talán Német Isti volt az utolsó, aki ennyire nagy változást tudott hozni azzal, hogy hazatért, beépült a csapatba, valahogy úgy, mintha egy szempillantás alatt egy varázsütésre mindenki a helyére került volna, és egy elképesztően jó és ellenállhatatlan játékot játszó csapat lett a miénkből, és most látszik, hogy azért ez a gárda teljesen más arcát mutatja, mint azon a 4 elvesztett bajnokin, meg az elvesztett kupa meccsen. Úgyhogy jósolni nem szabad. Most ugye optimisták vagyunk, mindannyian szurkolók, azt látjuk, hogy reméljük, hogy Szégy Stolbert sérülése nem súlyos, és hogy az új játékos, ugye Konaté be fog épülni, és hogyha ő tényleg azt tudja hozni, amit láttunk tőle, hogy ő is azért egy mozgékony, elég dinamikus középjátékos ott a palán környékén, ha őt is meg tudja tömni Basics labdákkal, akkor ott se lehet olyan túl sok problémánk, pláne hogyha még védekezni is fog, akkor tényleg azt látjuk, hogy majdnem, hogy bárkit le tud győzni ez a csapat, úgyhogy lehet egy szép tavaszunk, csak ne bízzuk el magunkat. Én azt gondolom, hogy azt látjuk, hogy egy nagyon-nagyon gyors, szinte váratlanul gyors minőségi ugrás állt be még úgy is, hogy ugye Szegeden magas emberek nélkül játszottunk szinte, és látszott, hogy micsoda lábmunkával és micsoda mezőny munkával tudott nyerni ez a csapat. Én bízom abban, hogy ezen az úton tudunk tovább haladni. Nyilván nem fogunk innentől kezdve minden egyes meccset megnyerni, de azért biztos, hogy sokkal jobb a kezdünk, mint pár héttel ezelőtt volt. Egy remek végszó szerintem. Nagyon-nagyon köszönjük, hogy itt voltál velünk. Remélem nem utoljára. És te is úgy érezted, hogy jönni fogsz még hozzánk, esetleg más témában beszélgetni. Nagyon szívesen, ha hívtok. Nagyon köszönjük, hogy válaszoltál a kérdéseinkre, és további minden jót kívánunk. Köszönjük szépen. Köszönöm szépen, és nektek is kitartást. Köszönjük. Szóval, milyen érzéseid voltak akkor, amikor megláttad azt, hogy egyrészt a nagy körmendzéte klasszikus úgy fog kezdődni, hogy új edzők, vagy stáb van az ETE kispadján, plusz nálunk se Kúk, se Doktor, se Durázi, se Szilla. Hát az embernek eszébe jutott, hogy az edzőváltással még várhattak volna egy fordulót, de aztán közben meg ott volt az, hogy igazából nekik csak egy vészmegoldásuk volt, amit előre megmondtak, hogy csak egy meccsig fog tartani, de ettől függetlenül azért az ugye, amikor felvetődik az, hogy esetleg edzőbuktatás történt, akkor ugye az, hogy ha már csak egy ideiglenes megoldás van, az is problémás. Az ellenfél számára ugye igen, olyan, hogy ez egy veszélyforrás, úgymond, de hát azért látszott, hogy hozzánk a Solon az ETE sincs jó formában, illetve úgy egyébként a játékos keretük se annyira rettenetes, úgymond.
Hát ez az ETE oldaláról, hát a mi oldalunkról, meg hát nyilván az, hogy itt megint ennyi hiányzónk van az egész szezonban, ez történik. Itt nem is tudom, próbáljuk, mint hogyha fordulóra próbálnak überelni a hiányzók számát, hogy mikor sikerül minél több embernek kidőlnie, és hát nyilván ugye hát az ETE körben, tehát az előző beszélgetés után mit is mondjak, szóval meg ugye a legfájóbb vereségünk a szezonban az pont az ETE ellen volt hazai pályán. Jó, mindenképpen az ember úgy van vele, hogy amiért is vissza kellene vágni, de tényleg az ember abban bízott, hogy itt ne felejtsük el, hogy 3 nappal vagyunk mindössze a Szeged elleni kupa fiaskó után, úgymond, és valahogy az emberbe így most már egy pár évnyi, évtizednyi hát, hogy mondjam, csapattal együtt lélegzésből mégis valahol szerintem a legtöbb körment szurkolóban ott van mélyén, hogy ilyenkor van az, hogy minden ott ellenünk van, ilyenkor szoktunk valamit előhúzni a kalapból, akkor is, hogyha a szezon vége, ne adj Isten, nem úgy sikerül. Ilyen helyzetekben igenis elő-előfordul, hogy a mindenkori MT-je hiába évente váltakozó keretek, a mindenkori MT-je valahogy megmutatja magát, és hát szerencsére ez történt, és ugye az előző adás végén ezt mondtuk, hogy jó lenne, hogyha az unást először megállítanánk, és akkor mennénk is már felfelé. Hát ez a mérkőzés, ez pontosan hozta ezt végül. Igen, mert ugye még tetézte a gondokat, hogy mint a Szécs barátunk, már nyilván ironikusan szóval egy kicsit frusztrált lett volna attól, hogy gyakorlatilag ő volt az egyetlen magas ember, be is ütött gyorsan 3 faltot, ugye? És én azt írtam éppen föl magamnak, hogy ez aztán a smallest ball, amit nem gondoltam, hogy majd még lesz ilyen, de aztán ugye lett még majd ilyen. Tehát gyakorlatilag, hogy mondjam, tényleg, én kimerem mondani, hogy a szezonunk játékosa elkezdett ücsörögni a padon, amellett, hogy még 4 másik játékosunk hiányzott. Nyilván sokan ekkor egy lyukas garas sem tettek volna arra, hogy na most akkor így aztán bármi lehet. Egy dolog volt érdekes, hogy ugye igen komoly pontzuhatag volt a Q1-ben, tehát az első negyedben, ugye 29-29-re végződött. Szóval ebben azért látható volt, hogy adott esetben egy jó dobó párbaj, az nem biztos, hogy nem kedvezhet nekünk, de azért az irányok még nem erre mutattak ekkor. Hát az a Torbertnek a harmadik faltjánál azért feltételezem, hogy Tatunak is azért ingadozott a vérnyomása. Ráadásul csak ahhoz mérten, hogy már volt 2 fajtja, ahhoz mérten mondom, de így, hogy már volt 2 fajtja, és még az első negyedben vagyunk, azt gondolom, hogy ez egy feleslegesnek mondható falt volt, pedig aztán Robert egész szezonban azt mutatja, hogy egy felesleges mozdulata, vagy igen, egy nem igen, tudom, igen, milyen igen. Hibája nincsen se elő, se hátul, de ott azért lehetett volna óvatosabb talán ebben a helyzetben. Aztán ki tudja, lehet, hogy az, hogy ott ő leült, és nekiálltunk ennek a 2 méter alatti centerpárossal dolgozni, hogy igazából jobb is, hogy ez mindig előbb elkezdődött, és lehet, hogy ez kellett is végül a győzelemhez. Ott az elején is ugye egyébként ugye az Eténél Page-be dobott 3 triplát, hogy hát ott nagyon-nagyon ünnepeltette is magát, de azon kívül azért egyébként az Ete olyan nagyon sokat, vagy extrát, vagy nem is tudom, mit mondjak, nem mutatott. Tehát az azért nem látszott, hogy azért sok ideje nem volt annak arra a Baki Gergelynek, hogy valami újat kitaláljon. És hát védekezésben, meg azért szinte az egész szezonban vannak gondjaik. Márpedig itt azért az új irányítónk
az egy olyan irányító, hogyha az ellenfél védelme csúszik, akkor azt megbüntetjük viszonylag gyorsan és viszonylag sokszor. Ez látszott, illetve még tegyük hozzá, hogy az első fél időben, az lehet, hogy inkább a második negyed, mint az első, hogy ott egyszer-kétszer, amikor megakadtunk, akkor volt egy ilyen szinte játék nélkül egy-egy Morgan, meg Jogo tripla, és amikor, és ezek nagyon fontosak abban a helyzetben, amikor ennyire rosszul állsz, ennyire szűk a keret, és ilyen fontos meccs van, és nyilván ahhoz való hangulat, hogy kell egy-két ilyen extra dobás, amikor ott ponton, ami át tud lendíteni, hogy nem játékból, meg nem tudom milyen figurából is jön két-három pont, az ilyenkor szerintem nagyon fontos. Mert azért itt, ha elment volna a Zete itt a második negyedben, amiben talán Tolbert nem is játszott, vagy ha igen, akkor nagyon keveset, akkor azért onnan visszakapaszkodni teljesen más lett volna. Igen, igen, igen. És én még itt megemlíteném, ugye Takács Kristófot, aki végül 19 ponttal végzett, de a lényege szerintem az, hogy 6/5 mezőnyből, és ez mind közeli kísérlet volt, tehát igen, igen bátor játékot láthatunk tőle, szerintem meccsek óta. Itt is bátor játékot láthattunk. Ráadásul úgy szerintem, hogy ő talán az egyik legkevésbé érintett az új irányítónk képességeibe. Arra gondolok, hogy ugye, ha nem is ezen a ezen a mérkőzésen is, de a további mérkőzéseken látszott, hogy ugye Vasics mennyire jól megérte magát Tolberttel. Tehát Kristófra nincs ennyire, ekkora hatással szerintem az új irányító. Ennek ellenére szerintem nagyon fontos volt, amit ott az első fél időben játszott. Hát kifejezetten extra volt, tehát az is ebben a történetben, ebben az egészségi győzelmünkben szép, hogy a csapatkapitányunk és a leendő csapatkapitányunk elég komoly szerepet játszott benne, tehát ez tényleg egy ilyen újabb körmendi romantikus fejezet szerintem a csapatunk igen, történelmében. Mint ha ez az egészségi győzelem. Mint ha meghosszabbítottuk volna a bronzmeccs utolsó meccsét, nem? Kicsit. Tehát nyilván nem az teljesen azzal a hangulattal, de mintha az lett volna átvive, hogy igen, ott vagyunk Egerszegen, és folyton mutatjuk az arcukba, mert mutattuk az arcukba, ugye 17 tripla, 31 kísérletből, tehát 55%-kal, ami hát végre újra mutogattuk a védjegyünket, ugye? Hát bizony. Ez nekem mindig csodálatos. Másrészt pedig tényleg nagyon komoly kitartást és erőt mutattunk szerintem. Fepuról pedig ismét csak, tehát csak a szuperlatívuszok 5-3-as dobott be. 21/15-öt játszott 29 perc alatt. Ehhez szerintem olyan túl sokat nem is kell hozzátenni. Hát igen, bár gondolom azóta nem alszik olyan jól, mert a hatodikat kihagyta, mert 5/5-nél áll. De hát tényleg, hát én nem is tudom, hogy neki is mekkora kő esetett le a szívéről ezzel a meccsel. De hát ezt nem a kispadról szurkolta ki, pár percre beállva, hogy nem nagyon, nagyon keményen oda tette magát ő is, és hozzátette a magáét. Úgyhogy hát tényleg nagy, egyszerűen fantasztikus volt, hogy ez így működött, hogy van egy irányítónk, aki látszik, hogy mennyire nagyon hiányzott. Azt ugye Tolbert így, hogy fordgondjai voltak, így a pontjai egyel voltak kevesebb, mint a percei. Igen.
akkor azért Jogo amellett, hogy azért 16 pontot dobott, leszedett majdnem 10 repattonot, majdnem megvolt a dupla-duplája, Takács Kristófról már beszéltünk, abszolút extra játszott. Tehát igazából ezen a meccsen 6-an voltak, és ők 6-an, hát ezt nagyon szépen behúzták. Ugye Sopronnál beszéltük, hogy gyakorlatilag 4 játékosunk volt harcban, hát ennyit számított volna ott is, hogyha van még 2, aki játszik és jól játszik, akkor ott kikaptunk, azt hiszem 19 ponttal talán, úgyhogy még azért a fél idő nem nézett ki, ott se súnyán, azért ott is, ha még 2 ember van, pláne hogyha az egyik ugye Vasics, akkor például azért akár ott is nyerhetünk volna. Jó, persze ezen már kár lamentálni, de ez egy nagyon, nagyon komoly teljesítmény volt a játékosoktól, az biztos. Tehát ez nagyon szép volt. A Zete mindenfajta hiányosságaitól függetlenül ez egy nagyon szép történet volt. Még annyit tennék hozzá, hogy egészen elképesztő, hogy gyakorlatilag csak egyel buktuk el a lepattanó párharcot, ahogy ezt ugye az edzőnk szokta is emlegetni gyakran, hogy a lepattanó azért nem mindig csak a fizikai képességek okán jön létre. Ez itt is látható volt szerintem, és bizony ott a negyedik negyedben látszódott az a fajta, először láthattuk talán úgy igazán, bár ugye az már Szeged meccsen is volt, de először láthattuk úgy igazán, hogy micsoda hatékonysággal működhet a bajnokság további részén ez a Basics-Tolbert összjáték. Bár ugye akkor még nem tudtuk, hogy ez az egy hónapos szerződés, ez egy hónapos lesz-e vagy sem. Erről majd később úgyis beszélünk. De a lényeg az, hogy igen komoly és igen koncentrált játékos sikerült összehozni, és hát hosszabbítás nélkül 110-101 lett a meccs vége, ami ugye azért szerintem egészen extra. Hát igen, ugye a Zete, tehát nekünk kellett mindenképpen a győzelemhez az, hogy sok triplát dobjunk jó százalékkal, de azért ehhez hozzá kell tenni, hogy a Zete is dobott 15 triplát, és ők is majdnem 50%-kal dobtak, tehát nem feltétlenül a triplák jelentették a különbséget, hanem hát abban azért, ugye mondtam ott az elején Pécset is, hanem az például az óriási volt, amikor nem is tudom, harmadszorra adta be Basics úgy Tolbertnek, hogy aztán beleugorhatott a gyűrűbe gyakorlatilag, mert a Zete védelem az az se tudta, hogy merre van a labda nagyjából. Igen. Még esetleg, ami eszembe jutott, hogy azért azt, ugye a Zetének voltak ilyen hullámai, amikor fordítottak is talán valamikor ott a harmadik negyedben. Az egy kicsit fura volt nekem látni, hogy Németh Ákos vezette a fordítást. Igen, igen. Hát ugye volt a Körmendi meccsen, meg ott az utolsó percben volt egy kosara, tehát ott is, hát hogy mondjam, meg úgy egyébként sem játszott rosszul ellenünk. Hát ez van, hát nem tudom, szerintem őt még majd valamikor látni fogjuk Körmendmezben. Hát most Egerszegen. Ő is ugye olyan az az eset, hogy Körmendi nevelés kerül Egerszegre, fordítatja meg. Igen, igen. Nem igen. Nagyon szokott lenni. Igen, igen. De mindegy is, a lényeg az, hogy innen is üzenem a sporttársaknak, hogy Takács Kristófot is leszokták faltolni, és nem csak ő faltol. Jó? És akkor igen, ezzel, esetleg. Igen. Itt ezen a meccsen már láttam pozitív példáját ennek, úgyhogy ezt adjuk meg egy kicsit a respektet a fiúnak, mert megérdemli, és bizony őt is szokták ütni és vágni. Valami még ehhez a mérkőzéshez?
Hát azt gondolom, hogy azt, hogy így utólag is csak gratulálni tudok a csapatnak. Mert és a tábornak is, szerintem. Mert... Így van, mert ezt azért, hát ez nem minden csapat lett volna, és nem akármilyen játékosokból álló csapat lett volna erre képes, amit itt véghez vitt az MT-je, azt gondolom. Így van. Szóval én szinte az egész meccset végigvigyorogtam, mert egészen bizarr mérkőzés, és írtam is neked szerintem közben, hogy egészen bizarrnak nézett ki néha, de hála Isten ilyen csodásan ért véget. Ami egy jó jelnek tűnt, nagyon jó jelnek tűnt az irányítom 13 gólpassza, csak aztán ugye a hét közben beütött a vírus, és ez ugye szinte nem volt egy jó előjel a második helyzet Fehérvár előtt, elleni hazai mérkőzés előtt. Viszont egy óriási pozitívum volt az, hogy Dr. Peti visszatérhetett a keretbe, és ugye végül játszott is 8 percet a mérkőzésem. De hát így is továbbra is elég foghíjasan álltunk neki a bajnokság egyik legjobb csapatának. Hát nem, én itt megmondom, hogy én nagyon nem is vártam én győzelmet, tehát mindenfajta az, hogy ki fog hiányozni, meg hányan játszanak lázasan, azzal még nem is számoltam eleinte, de úgy voltam vele, hogy hát azt meg, hogy Cook nem játszik, ahhoz már hozzászoktunk, itt még ugye ráadásul még benne is volt abban a 2-3 hétben, amit tudtunk, hogy mindenképpen kimarad. Itt már az volt, hogy azért ott Szeged elleni meccs végén ugye Szilla lent maradt, nem mint, hogy ő lenne a legnagyobb hiányzónk, de azért mégis akkor ráadásul, hogy akkor rajtuk kívül mások azok, akik meg lebetegedtek, hogy akkor egyáltalán ki fog itt játszani, mert aztán az egy dolog, hogy meccs van, de ráadásul a liga egyik leggyorsabb, illetve legfizikálisabb csapat ellen kellene játszani, már pedig, hogyha azért mondjuk egy ilyen, mert itt emlegettek, hogy 39 fokos lázzal feküdtek otthon napokig a játékosok, azért utána az egy dolog, hogy valaki utána lemegy a boltba, ugye? Igen, de... Mert hogy három nap után fel tudtuk kenni az ágyból, megiszik egy nem tudom milyen teát, és akkor összeszedi magát, és akkor lemegy egy sétálni, és vesz valamit magának a Lidlibe, vagy az, hogy játszol 35 percet az Alba ellen, ugye azért az kicsit más, de hát aztán a meccsen ebből nem sokat láttunk, hogy itt aki pályára tudott végül lépni, az biztos, hogy ami az utolsó energiáit is mozgósította, nem tudom, még benyomtak egy 3-4 liter neocitránt feldobás előtt, vagy én nem tudom, hogy mi volt ez, de hát tényleg hát itt újfent ponzóatag, beindítások mindkét csapatnál, tehát itt nem lehetett szórakozni. Hát nagyon meglepő, én megmondom őszintén, tényleg nagyon meglepődtem, de hát talán azt ki lehet mondani, hogy az év eddigi hát legjobb meccse, vagy nem is tudom, legjobb hangulatú, legnagyobb meglepetés, legnagyobb örömet kiváltó, nem is tudom, milyen szavakat használjak, de fantasztikus, és tényleg nem várt győzelem volt, és arra nem is beszél, hogy egy ilyen szoros tabella esetén ez is rengeteget számíthat a véges számolásnál. Így van, mert tehát azért azt így mindenki érezhette, hogy szerintem én úgy fogalmaznék, hogy szerintem a szezon legnagyobb erőfeszítési győzelme volt abból a szempontból, hogy itt valószínűleg az összes engedélyezett medicínával fel kellett turbozni a keret jó részét azért, hogy egyáltalán pályára léphessen. Én úgy gondolom, hogy lehet, hogy egyedül Szégy nem volt beteg, mert ő tudta, hogy megjön a böjtje a
zalaegerszegi üldögélésnek, úgyhogy ő kegyetlenül végnyomta ismételten a meccset, ugye 40 perc, ahogy a szezon elején is tolta. De ugye ő a 40, ugye megnyertük a mérkőzést, ez számomra is teljesen váratlan volt, 103-98, 103 pontot dobtunk az Albafehérvárnak. És ugye ennek oroszlán részese volt Tolbert, aki 31 pontot dobott. Ha jól emlékszem, a jelentős részét ugye Basics passzból, aki ugye végül 16 gólpasszal zárt. Egészen őrületes a fickó. Egészen őrületes a fickó. És ugye Szégy 31 pont, 10 lepattanó, tehát így, nem az, hogy erős, hanem egy nagyon, nagyon fűszeres dupla-duplát tett le az asztalra. De itt is, aki pályára lépett, az gyakorlatilag mindenki kőkeményen oda tette magát. Én kiemelném, de szeretném kiemelni, hogy szerintem nem beszéltünk még eleget arról, hogy már az előbb említetted, de Jogó egy egészen különleges játékosnak tűnik abból a szempontból, hogyha valóban kakiban vagyunk egy meccsben, egy meccs folyamán, hogy vagy lendülettel, vagy betöréssel, vagy triplával ő az esetek 95%-ában tud rugni előre a csapat szekerén. Bizony, hát én az egyszer-kétszer már beszéltem róla negatívan, de hát azért ebben a mostani győzelmi szériában, amiben vagyunk, hát abban egészen elévülhetetlenek az érdemei. Úgyhogy igen, tehát ő a támadásban, védekezésben, lepattanószerzésben, ezen a meccsen például faltkiharcolásban, ez a fentieken felül, tehát eléggé sok oldalon tud játszani. Néha még azért érzem azt, hogy azért nála van egy-két felesleges vállalás talán, nem tudom, de hát azért persze légiósként szinte majd, hogy nem, hát azért könnyebben megbocsátható, de hát tényleg ezen a meccsen tényleg nagyon-nagyon-nagyon komoly teljesítményt tett le az asztalra. Az évben nem is tudom, talán ez volt talán még az Egerszeginél is jobb játék. És hát kellett is. Ugyanúgy ugye 6 ember dobott 2 számjegyű pontot, mint egy héttel korábban Egerszegen. Megint jól dobtuk a triplát. Ezek a Basics passzok, ezek már szinte nem is tudom, azért 12. gólpassznál már az ember tényleg, ahogy előbb mondtad, hogy ugye vigyorogtad végig az egész szegmenset, tehát körülbelül már itt is azt érzed, hogy ilyen is lehet a kosárlabda. Ugye, tehát kicsit ilyeneken kezdesz gondolkodni, igen, nem? Igen, hogy, igen. Hogy most akkor ez a körmend, és akkor hogy hoppá, hogy akkor itt körmenden is lehet így játszani, és tényleg ráadásul Basicsnak a gólpasszai, megmondom őszintén, az jutott nekem eszembe, Roger Federer, Wimbledon, egykezes fonák egyenes elütése. Tehát akkor éreztem azt, amikor Federer meccsek voltak, amikor följött a hálóhoz az ellenfél, és hogy elütötte mellette fonák, egykezes fonák egyenessel. Olyan gyönyörű egy-két labdája Basicsnak. Tehát az egy dolog, hogy pontos, de komolyan mondom, a sportág szépsége is igen, megmutatkozik. Nagyon. Azokban, amit nyilván nem mind a 16 gólpassz, tehát félreértés ne essék, de van köztük olyan, ami kifejezetten az ember úgy van vele, hogy ez ilyen hát öröm látni. Mosolyog az ember szeme is, hogy így mondjam, vagy nem igen, is tudom. Igen, nagyon-nagyon sunyin olyat tudja csúsztatni a labdákat, hogy egyszer csak ott terem a kezekben, vagy ott terem a aliupra, szóval hát nagyon nagy a kontraszt.
nagyon nagy a kontraszt. Nagyon nagy a kontraszt ezzel az irányító dologgal. Itt ez különösen azért aktuális, mert ugye az ellenfélben a tavalyi irányítók játszott, aki ugye a szezon végére azért, hogy mondjam, még szerintem körmendi légiós szinten is az egyik emlékezetes irányítónkán nőtte ki magát. Itt se játszott rosszul, de azért itt szerintem azért valamennyire le tudtuk védeni. Kristóf eléggé komolyan hajtotta ugye a meccs elején őt, és próbálta őrizni. Szerintem ez azért fontos volt, mert ugye Vojvoda az Vojvoda volt, ugye az elején nem pörgött még, de azért a második negyedben elkezdte már csinálni, amiért ő az egyik magyar legjobb kosárlabdázó, és ugye ebbe az őrült negyedik negyedbe is ő volt a mi kosaraink ellensúlya, és dobálta a rájellemző dolgokat. Ugye 8 triplát dobott, ha minden igaz, végül? Igen. Tehát azért egy 29-24-et távozni tőlünk, ezek ilyen halimicsi, idegesítő vendégjátékos megmozdulás volt, de hát ezt tudjuk róla nagyon, de hála Isten, ő maga így ezzel a kiemelkedő játékával sem volt elegendő. Bizony, mert igazság szerint az egyébként biztos vagyok benne, hogy a magyar csapatoknál foglalkoztatott légiósok átlagos fizetésénél jóval többet kapó magas emberei az Albának, vagy hát úgy magas, mondjuk álmos töltős posztig, ő rájuk erről a meccsről szinte nem nagyon lehet emlékezni. Tehát én megmondom őszintén, hogy egy-két felvillanásuk volt, de ahogy mondod, inkább az marad meg, hogy Chambers vagy Vojvoda mit csinált. A többiek, miközben hát ilyen csúnya szóval érve a magyar bajnokságban kvázi sztároknak lehetne mondani ezt a Barnett, Fillmore, Dickey 3-ast, olyan nagyon extrát nem játszottak. Még Robertsnek ugye a hátvédnek volt egy-két, főleg leindításból egy-két egészen gyorsan és jól megoldott betörése, zicsere. Úgyhogy azt mondom, hogy még az is lehet, hogyha Vojvoda nem fog ki ilyen jó napot távolról, még akár még ez egy, lehet, hogy hülye hangzik, de akár még egy sima győzelem is lehetett volna a mi oldalunkról. Tényleg furán hangzik. Mert támadásban az a helyzet, hogy gyakorlatilag nem nagyon akadtunk meg. Tehát nem minden negyedben 20 pont fölött dobtunk, nem voltak olyanok, hogy nem tudom hány percig ne dobjunk kosarat. Tehát, hogyha elépett az Alba ott ugye a harmadik negyedben, és akkor ott a második félidőben az Alba amúgy is sok meccsén ott szokott meglódulni, de elég hamar visszatértünk a meccsbe, és ha visszatértünk a meccsbe, az azt jelenti, hogy 2 pontra. És Fepu bedobta a Vojvoda triplát, utána a Vojvoda őrizte a Feput, akkor Fepu dobott sarokból, úgy, hogy nem ért oda a Vojvoda. Tehát nem egyszerűen folyamatosan mentünk, és inkább éreztem azt az Albánál, hogy volt egy-két úgymond extra dobásuk, volt az ott a harmadik negyed végén, hogy már nem először, nem másodszor a szezonban, hogy nem ütöttünk oda, pedig még lett volna mezőnyfaltunk, akkor volt olyan, hogy elugrottunk ilyen dobócsere, ilyenkor látszik mindig Tatun, hogy megőrül. Tehát, hogy volt egy-két olyan dolog, aminél ez van, kész, de ott még az Alba, hát hogy is mondjam, inkább náluk éreztem azt, hogy meg hát aztán persze mindig van az, hogy akkor játékvezető, stb., nem tudom. Gólt eddig, igaz? Igen, ott a végén, igen.
hogy inkább azt mondtam, hogy az Alba volt ahhoz közelebb, hogy inkább örüljön annak, hogy így alakult egyáltalán a meccs, és egyszerűen igazságtelen lett volna, vagy nem is tudom, hogyha ezt a meccset nem mindjárt meg, és azt szerettem volna csak itt még elmondani, hogy mi nem is tudom, hány adásra ezzel beszéltük, az, hogy nincsen szoros meccs győzelmünk a szezonban. Hát aztán jöttek a vereségek sorban, aztán hát Egerszegen én azt gondolom, hogy ezt szorosnak ott, főleg az utolsó negyed miatt azt nagyon nem lehet mondani, mert ott még bőven mehetett volna 10 fölé is a különbség. Na de ez itt végre megvolt, úgyhogy ezért is a szezon szerintem eddig legszebb győzelme ez. Nem is akármilyen csapat ellen, nem is akármilyen helyezett csapat ellen, akiknek azóta azért kicsit felhalmozódtak nehézségeik, de ez legyen az ő problémájuk. Én még azt hozzátenném a meccshez, hogy nyilván mindenki nagyon örült, meg mindenkiben sok minden fölcsillant, sokkal higgadtabb a támadás vezetésünk, sokkal okosabb, sokkal kevesebb a rossz döntés, én azt érzem, hogy sokkal kevesebb a rossz döntés, és hát ez csodálatos győzelmet okozott. Én megmondom őszintén, hogy nagyon tetszett a kis videóklub Facebook oldalán a meccs után, azt többször is megnéztem, mert nagyon, nagyon lendületesen lett összerakva ez a kis másfél perces cucc, úgyhogy én a magam részéről még kérnék ilyet, hogyha van rá lehetőség. Nyilván ehhez az is kell, hogy még legyen sok ilyen szép győzelmünk, de hát ez reméljük még lesz. Ehhez a szakaszhoz van-e még valamit? Egy dolog, ilyen apró jelenet, ami az ember szívének kedves volt, megint, hogy hadd énekeljen meg a csapatkapitányunk dicsőségét, hogy ott a harmadik negyedben volt az, amikor hát Dr. Peti ilyen Basicsast akart játszani, csak a fehérvári kispadra dobta a labdát, de Fepu mutatta neki, hogy nyugi, nem kell itt kapkodni, és akkor ott lehet, hogy valami azért bennmaradt, idegeskedés doktorba, bármi, nem indult el igazán a figura a következő támadásnál, Fepu középen, nem tudom, 8 méteren elkérte a labdát, kérte egy elzárást, megkapta, szotty. Tehát, hogy egész egyszerűen ebben is benne volt ebben a jelenetben az, hogy ez a meccs, ez igenis a miénk lesz, hogy itt, és megint az, hogy Fepu ezt nem a 3 hónap múlva visszavonulok, és most már csak itt elédegelek a nevemből a meccsenkéti 5 perccel, hanem hogy itt is az volt, hogy amikor egy kicsit dadog a dolog, akkor hát ha nem is a feltétlenül egyedül áll az élére a csapatnak, de hát mindenképpen nagyon erősen tolta ő is a szekeret, úgyhogy ezt még ki szeretném emelni. És még egyszer, itt is csak tényleg gratulálni tudok a csapatnak, hát az meg, hogyha valakik tényleg nem tudom hányan betegen vállalták, meg még... Egészen elképesztő. Biztos lesz benne. Az meg aztán külön extra, hát annyi, hogy azért remélem, hogy a rájátszásban azért hasonló dolog az elkerül minket, mondjuk a heti egy meccs van, és mondjuk hétfőn, kedden meg vagy zuhanva, akkor azért még lehet abba bízni, hogy szombaton lehet rá számítani, de azért mondjuk azért remélhetőleg nem megy át a fél csapaton valami majd. Mert amilyen szerencsénk van ebben a szezonban, ugye, 8 idézőjelben, hogy itt tényleg minden meccs az egy, úgy kezdődik, hogy egy kórházi jelentés, vagy pedig egyszerűen játékosokról nem tudunk, hogy éppen miért nincs ott egyáltalán a csarnokban, olyan is van, hogy nehogy az legyen nekem a rájátszásban, hogy nem is tudom, milyen, nem tudom, ami jó kis hányos fosos vírust valaki. De hogy is, visszakapjuk ezt, és pozitív módon visszakapjuk ezt. Na, hát így legyen. Majd
három falkós lesz beteg. De jó, nem kívánok betegséget senkinek, félreértés ne essék, de való igaz, hogy egy kis jutalmat már megérdemelnénk ezért, hogy egészen elképesztő ez a sírlés és betegség hullám. Úgyhogy... De minden esetre, aki cifrát fosik a csapatban, valamikor áprilisban, az maradjon otthon, vagy nem, otthon nem maradjon elnézni, de legalább nem biztos, hogy akkor az öltözőbe kerülj el egy napig, igen. Tehát erre aztán... Főleg, hogyha mondjuk valami olyan játékos, aki nem is biztos, hogy pályára lépne, mert hogy jó lenne, hogyha mondjuk azért a... Igen. Ez mindenki tartsa, ha lehet a négy fal között, mert ezt már nem bírjuk el, ahogy a... Ezt már biztos nem bírnánk el, ahogy a nemrég elhunyt edző legenda fogalmazott. Lekerekítjük ezt a részt. Két meccsről beszéltünk most, illetve beszélgettünk a Johnnyval. Neki nagyon szépen köszönjük a beszélgetést. Mi pedig nem sokára jönni fogunk a következő résszel, hiszen van még mit megbeszélni. Ne felejtjétek a Facebook oldalunkat és a YouTube csatornánkat, illetőleg a feliratkozásokat a különböző podcast felületeken is. A következő találkozások, legyetek jók, szevasztok, hajrá MTE! Sziasztok!